Na hát akkor jelen állapotban De Souza, Liza Ashton a negyedik 0 ponttal, mínusz 5-ös legarányjal, és De Souza a harmadik a csoportban 2 ponttal és mínusz 2-es legarányjal. Ugye most idézőjelben természetesen a gyengébbik játékossal játszik De Souza, az csoport utolsóval. Ezért, hogyha mondjuk nyer, akkor neki az a feladata, hogyha ki szeretne jutni a csoportból másodikként is, vagy akár első is lehet még. Akkor nagyon drukkoljon nagyon... Michael Smithnek. Igen, ez az egyik fele, a másik mert fele. Mert Michael Smith játszik majd a hát a Michael Smith nagyon kikap. Krzysztof Ratajski ellen. És ha tehát Krzysztof... második helyre van lehetősége, így van. De ahhoz neki az a fontos feladata van, hogy most nagyon kell nyerni. Abban meg biztos vagyok, hogy Liza Ashton ezt meg akarja akadályozni. De Liza Ashtonnak még nincs győzelme, viszont tegnap azért nem kis küzdelmet játszott, vívott Krzysztof Ratajski ellen. A lengyel csak 5-4-re tudta legyőzni Liza Ashtont. Az első mérkőzésen Michael Smith-tel kikapott 5-1-re. Ami pedig De Souzát illeti, ő is nagyon nagy csatában tudott győzni Ratajski ellen. És aztán kikapott 5-2-re Michael Smith-től, így van neki 2 pontja. Igen. A mérkőzés most is ugyanúgy, mint az eddigi megszokott, ugye ez most már az utolsó nap, hogy a csoportküzdelmeket láthatjuk majd, az utolsó ilyen 8 mérkőzés lesz. 5 nyert legig tart, De Souza kezdi a meccset, ő nyerte a búradobást, eddig nagyon jól kezd. 180! Jól indítja az estét De Souza. Igen, mondjuk. Hát szegény Liza Ashtonra, ugyanez nem mondható el a 45-tel. Jó, 81 lett az a folytatás. Jó lett volna gyorsan egy izét megnézni, egy 9-0-as, nem? Igen. Még mindig ugye ez a Vandenberges. Már 2 nagy... volt. Volt, akkor egyre lemaradtam. Egyen, igen, a Lajoséknál. Egy kiszálló. Tegnap. Vandenberg megint dupla 12-re hibázott. Megint Vandenberg? Igen, tegnap igen. Sajnos nem láttam. Igen. 100-as. Száz a válasz. 310-re megy le. Nézzük 140-re De Souzát. Most már arra megy, hogy duplára tudjon kerekíteni, azt ki kell emelnie magasra. Na, meg is teszi 100-zal. Lekerekített 40-re. Tripla 85, ugye a tripla 20-as kezdés után, még látszik, hogy egy kicsit, igen. Portugál, aki szintén nem régen dobott 9-nyilast. Igen, az Európa bajnokságon. Hoppá! Ó, nem megy be. Még nagy szerencse, hogy ilyen nagy előnyre tett szert, mert nincs kiszálló Ashton. Igen, ez 2... Kinéz, 18-as vagy bull, a bullt választja. Kinézett, hogy mi ez a nagy járkálás ott. Nem hallani, nem hallani. De tényleg csöndbe kell ott menni hátul. Bedobja a másodikkal. 5 nyíl kellett, hogy meglegyen a dupla, és így aztán meglegyen az első leg is a portugálnak. Százhúszas első 9 nyíl. Ó, de szép, 121. Jó kezdés most Liza Ashtontól. És még egyszer, tehát még jövőre biztosan tagja lesz a Pro Tour versenyeknek. Tehát PDC, szerződtetett PDC játékosként szerepel Liza Ashton. Ez egy óriási fegyvertény, hogy ő neki januárban sikerült megszerezni a Pro Tour kártyát. Jó, tehát nagyon a női dárcnak. Természetesen 180. Nagyon nem kérdőjeles volt a más. Egyébként.
Gyönyörű. Megint jön egy két triplás Liza Ashtontól. Na, nekem nem jön 57-es, 124, hátsó pályán már kiszálló van De Souza. Olyan a meze, mintha az ember ránézünk, és azt hinném, kettős látásom van. Mindjárt megfigyelem, miért? 102 a maradik. Majd a mutatják telibe, biztos igazad van. Na és a Bull. Nem dobja be. 99 év kísérlet. Na, aha, tényleg olyan, igen, mint hogyha... Igen, igen, igen. De jó, meg van csinálva, mivel hogy most már erről beszéltünk. Igen. És ugye Peter Wright-nál szoktunk a mezről beszélni. 54. Nem sikerült a 100 fölötti. 25. A brékesé. Egyes megvan, és a dupla 12. Be bedobja. 2-0-ra vezet De Souza. Azt tudom mondani, hogy De Souza, hogyha ezt így fogja csinálni, és tényleg nullára sikerül megvennie Liza Ashtont, ami azért nagy fegyvertény lenne tőle, akkor nagy bajba lehet Ratajski is, meg Michael Smith is. 180! A milyen harmadik 180. Milyen szűk helyre helyeztél azt a hármat, ráadásul egymás fölé, vagy aláültetve. És ugye... Ez egy érdekes ütközet lehet majd a következő, tényleg annak függvényében, uh-huh. hogy itt még akár a söprés is benne van, De Souza játékában. 60. 100 fölötti átlag. Látjuk, igen. És hát nem ér el a 80 a testoné. Ami a nagyon nagy különbség, az első 9-nél 41 pont van közt a jelen pillanatban. Most mondjuk egy kicsit szűkít, de így is 41 pont. 122 az első 9-nél a De Souzának, és 83,75-ös Liza Ashtonnak. 100-as. Egyébként, amikor Liza Ashtonnak is nagyon jól gurul a játék, és jól megy neki a játék, akkor ő is az első 9 nyilat 100 fölé dobja. És most alakul neki 100-as. Most már azért minden körbe dobja a triplát. Nem feltétlenül kell megcsinálni ezt, De Souzának. Vissza tripla 20-ra. Ó, de szép, 137-tel lekerekít 24-re. Ó, nagyon erős játékot játszik, 103,19-es átlagon. 43. Na és akkor nézzük. És ugye még mindig nincs kiszálló Ashton. Ez neki nagyon jó helyen van, be is dobhatja így. A 12-es simába dupla 6. Az sem jön. De még mindig lesz rá biztos három nyila. Igen, mert Ashton 178-ra jön, az ugye nem kiszálló. Nagyon jó első nyíl. Állj, a másodikat lehúzta. De mérges volt, miatt találtad? 125. Jól korrigálta azonnal. Na most van már, most viszont ott van a tét helyzet, be kell dobni a dupla hatot. Meg is van, és 3-0-ra vezet, így Souza. 16 nyilas volt eddig. Dobott egy 14, egy 16 és egy 17 nyilas leget. Na, most már egyre jobb Liza Ashton, 137-es. Hú, de jól játszik a portugál most is. 180! Most direkt bele fogok nézni, mert most megnézem, hogy az első leget 180-nal kezdte, igen. A második leget 140-nel kezdte, utána dobta 180-at, és a harmadikat most 180-nal kezdte. És most jól is folytatja. Ötödik már nem olyan jó. És kiesett, mint egy pot lett belőle. A triplába ülő nyíl. Igen, mert milyen nyíl volt ez? Ugye, ez szöcske nyíl, hát ezt, na, de ez ezt nagyon tőle tanultam, de...
Már-már sáskas. Igen. Az nagyobb a tudnik, ugye? Itt van egy leg, amiben van esély. A végén belerakta 81. Na nézzük, 204-re most lehetne egy jó 180-at dobni, és akkor közelebb lennie. Ez eddig jó. 140. 64 pontja marad. De ugye biztosan rá tud dobni, mert de Souza nincs kiszállón. Alá, fölé, fölé, alá, és bele. Na, 64. Ott látják a kiszállótáblát, hogyha sima 16-os lesz, akkor megy tovább 16. Egy nyíl a dupla 16-ra. Bedobja! Ez egy nagy segítség volt Lizestonnak az a kipattanó nyíl. Igen. 3-1, így megvan a... Igen, azt nézegettem én is itt a legarányokat, de hát még picit korai a számolás, mert megy tovább a játék. Hogy hat ki ez a mérkőzés a követ? Majdnem megint 180-nal kezdett. Milyen kihatással lesz ez a mérkőzés? Ez az egy elbukott leg, ez lehet, hogy... Főleg így. 140. Liza Ashton is érzi, hogy most van keresni valója. Hú, de jó azért, de szóhoz egyébként, ott néz. Nagyon jó játszik. 180, az ötödiket dobja. Fűftisem. 57. Kellett volna a tripla. Hihetetlen játék. Ó, de az is milyen pici múlik, hogy nem tripla. 135. 120,8-as első 9 nyíl. Az valami parádés. Nincs tripla, úgyhogy ezt nagyon gyorsan lerendezheti De Souza. Egyébként szerintem De Souza így folytatja, akkor akár a világbajnokságon lehet egy meglepetés ember. Azt tudni kell, hogy ő benn van a világbajnokságon. Hol kötött ki? Igen, ő arra megy. 46. A számolást azt kéne összerakni, de azt össze lehetne 2-3 nap alatt. De most halál, tényleg. Dupla 20. 43. Ezt rendszeresen egyébként elszámolja magát, rosszra kezd, rossz irányba kezd, de majd ezt is szerintem el fogja sajátítani megfelelőképp, hisz maga a dárc tudás, tehát az már valami szenzációs. 45 Dizelstontól, dupla 10, bedobja, 13-1 a mérkőzős eddigi legjobb lege. Nagyon úgy néz ki szegény Liza Ashton, úgy fog kiesni, hogy egyetlen mérkőzés sem tud megnyerni. De itt van. 60-as. Besikerült neki bejutni, meg egy kis lóvét is fog hozzá kapni. Méghozzá 2000, 4000, 4000. 4000 fonttal már így is gazdagabb lesz. Ugye a csoport utolsók 4000 fontot, a harmadikok 7500 fontot kapnak. Átváltja forintra, még jobban jár. Napról napra jobban jár. Százas. Egyébként jelen állapotban pont százas átlagon van De Souza, tehát nullára százas. Még egy százas, 241 marad, így. És itt most megint van szansz a Liza Ashtonnak, hogy leget tudjon elpiszkálni. Csak a tripla kellene. Megtalálta a harmadikkal, 141, tehát most már kiszállón van. És most már úgy vagyunk, egyébként elmondom, hogy ha még egy leget nyer... 180! A hatodik 180.
Ha még egy leget nyer Liza Ashton, akkor plusz egyes lehet csak. De most is csak plusz kettes lehet. Tehát 5-0-ra kéne kikapnia Smithnek, hogy kiestem, vagy pedig Ratajskinak kéne kikapnia. Tehát, hogy mindenféleképp kijusson. Megoldja. Mire az eszmefuttatás végére ér. Ki is kapott szegény Liza Ashton, méghozzá 5-1-re. Na most lesz az érdekes eset, mert ugyan ennek a csoportnak a második-harmadik körös mérkőzése jön, méghozzá Michael Smith, Krzysztof Ratajski összecsapás. Előjáróban annyit, hogy Smithnek van 4 pontja, Ratajskinak 2, most már Szózának is 4 pontja van, tehát Ratajskinak feltétlenül győznie kellene ahhoz, hogy legyen esélye, de és onnantól kezdve jön itt a legszámítás. Úgyhogy egy nagyon izgalmas mérkőzés elé nézünk, de természetesen mindez szünet után lesz majd megrendezve.